A só mese. Egyszer volt egy király, de nem csak egy volt, illetve egyszerre volt egyszer egy, de ez a mese most arról az egyről szól, amelyikről mesélek. A királynak volt három lánya, az ő nevük most nem fontosság. Tehát végül is szóval éppen ezért azt mondta a király a lányainak, hogy az én kapja a legszebb országát, aki legjobban szereti, mármint a királyt. Legidősebbik lányom, te hogy szeretsz engem? Kérdezte a király. Úgy szeretlek, édesapám, mint az etióp galamba zsíros kenyeret, válaszolt a lány. És te középső lányom, hogy szeretsz? Kérdezte a másik lányát a király. Úgy szeretlek, édesapám, mint globális felmelegedéskor a jégtáblát, válaszolt a lány. Undu, willst du mich? Kérdezte a király a csak német vértő legfiatalabb lányát. Ich liebe dich so, wie die Mensch den Satz, mondta a lány. A király iszonytatóan iszonyatos, iszonyat haragra gerjedt. De iszonyatosan ám. Mit beszélsz, te haszontalan, takarodj innen! Kiabált a gonosz király, hogy sült volna ki a lépe. Szegény királylány, bár nem értette, mit mond az apja, de azért elvánszolgott. Az erdőben beült egy odvasfa odvába, hogy az ordas farkas ordája észre ne vegye. A királyfi esett oda egyszer, csak hirtelen, váratlanul, idétlenül fingó lová. Bekiáltott az oduba. Ki van ott benn? Ha maga az ördög, akkor is jöjjön ki. Ha pedig igen, akkor végképp. A lány kijött az oduból. Először nem vette észre a királyfit, aztán meg igen. Milyen gyönyörű vagy te lány. Mondd, honnan fut ide a szél ilyen árván? Kérdezte a királyfi. Vász? Így a lány, mert nem értett semmit. A királyfinak megtetszett, ezért hazavitte. Tehát múlt az idő, közben a királylány megtudott magyarul, majd miután elmesélte a történetét apjával, királyfi kifele találta a király bonyolult megleszkésztetési eljárásának összetett módszerét. Meghívta ebédelni a királyt, ám az el is jött. Finomabbnál finomabb ételeket kínáltak felfelé a pincérek a királynak, de sót nem tettek bele, mármint az ételbe. Nem jó! Kiáltotta hirtelen a király. Nincsen beléje só. Sóhoz se jutok a döbbenettől. A királyfi elmagyarázta, hogy úgy hallotta, hogy a király nem szereti a sót. A király bocsánatot kért a lányától, és beismerte, hogy nagyon szereti a sót, csak eddig nem tudta, mi az. Aztán a királylány meg a királyfi összéje házasodtak, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Aztán végül meghaltak.